Emlékszem, Gillesz koncertjére mentem el, barátommal, Ravasz Ildéssel, aki ugye nem volt zenész, de hát ő bédistás volt, úgyhogy nem volt állása, és volt ideje, hogy sokszor feljárjon hozzám, és mindent megbeszéljünk, és akkor voltam én ebben a forradalmi korszakban, hogy én most fellázadok, a tanár, most nem egy tanár, hanem egyáltalán a tanítás ellen, és hogy hát most én meg akarom a saját utamat keresni, és akkor kerestünk és mentünk hallgatni koncerteket, és elmentünk a Gillesz koncertet meghallgatni. Utána hát ugye az Illéssel találkozunk, és ahogy szoktuk, koncert után beülünk egy kávéházba, hogy most megbeszéljük, hogy mit hallottunk, és hát mondom neki, hogy hát tehát ezen lenyűgöző szóval, mert én ilyen technikát még az életben nem hallottam. A művészi része azzal nem értettem egyet, és nem hatott meg, de hát ez a technikát ilyen nincs. Azt mondja, de én tudok valakit, akinek nagyobb technikája van. Mondom, és ki az, és hallottál, és mert ugye nem nagyon jártak külföldről ide, Pestről. Hát szóval mi az, hogy hallottam, jóba vagyok vele. Mondom, ki az? Cifra Gyuri. Cifra Gyuri, hát az meg ki? Hát azt mondja, az jobban zongorázik, mint Gillesz. Mondom, hát ezt én persze nem hiszem, de hol él ez a Cifra? Hát itt Pesten. Most hát mit csinált? Hogy lehet azt, hogy nem tudok róla? Hát a Kedvesbe zongorázik. A Kedves ez egy ilyen éjjeli Váci utcai lokál volt. Mondom, hát akkor most fizetünk és megyünk egyből a Kedvesbe, és tényleg mentünk a Kedvesbe, és belépünk, hát füstre lehetett takasztani a kabátot, és hát hallom, hogy ugye négykezes két virtuózottan játszik valamit, négykezes vagy kétzongorás, azt még nem láttam, hogy van a kétzongorás, de az biztos, hogy legalább négykezes volt, és hát kérdem, ahol leteszem a kabátomat, a tulajtól, hogy hát ki a másik zongorás, mert tudom, hogy az egyik a Cifra, és nincs másik zongorás, ez a Cifra. Nagyon, ne vicceljünk. Aztán oda mentem, és láttam, hogy tényleg egy zongorista ül a zongoránál, és úgy játszik, mint legalább kettő, két nagy virtuóz. És hát persze ott a zongorán, ott állt az ital, rengeteget ívott Gyuri, és töményet, és Rém Aranyos volt, és hát Tomcsi, olyan rögtön át, hogy Illéskel, minden, mert tudni, hát ők együtt voltak Sopron Kőhidán, amikor lebukott mind a kettő, amikor diszidálni akartak, és hát ott egy helyen voltak bezárva, onnan ismerte az Illés a Gyurit, és hát innentől kezdve aztán rendszeresen jártam a Kedvesbe, és hát próbáltam nézni, hogy mit csinál, mert egyszerűen olyan gyors a zongora, ez nem én, mint zongorista, nem tudtam, hogy ez mit csinál, aztán egyszer meghívtam, hogy jöjjön el hozzám, szabad estéje volt, és akkor az egész estét ott végig zongorázta. Nagyon érdekes periódusot számomra, mert tényleg a két nagy zongorista élményem, az egyik Fischer Anni, a zongora költője, aki a Beethoven, Mozart és Schumann nyelvét beszélte, és a másik pedig ez a hihetetlen virtuózitás, ami nem csak virtuózitás volt, mert egyáltalán Cifra volt az, és az, meg lehet hallgatni a lemezeit, majd napig is, hogy nem csak az, hogy egy virtuóz, hanem egy fantasztikus, imaginatív, egy fantasztikus, hogy mondjam, csak egy fantasztikus egyéniség, aki, mert rengeteg lélek, rengeteg fantázia volt, és hát ugye csinálta ezeket az ő saját parafrázisait, ami hát elképesztő volt, mert azt, hogy az mennyire tényleg improvizáció volt, mert vannak nagyon sok
improvizátorról tudunk, akik azért szépen betanulják a sémákat, hogy lehet improvizálni, de ő tényleg improvizált, és ezt onnan lehetett tudni, hogy például ott a kedvesre azt mondta, hogy na, kérek szépen témákat, és akkor valaki azt mondta, hogy mit tudom én a trubadurba és erre ő elkezdett játszani, és milyen, mert hány percig játszott, azt mondta 10 percig, akkor 10 percig improvizált már a variációk. Kihetette improvizációs készsége volt. Ebből a szempontból egy ilyen liszti elképzelésre volt, de biztos vagyok benne, egy liszt azért egész másképp játszott, azt én pontosan tudom, hogy hogy játszott, de másképp játszott. Na most azt is pontosan tudom, hogy miért volt az, hogy Fischer Anni, amikor ott volt az első zeneakadémiai hangversenyén ilyen cifrának, és emlékszem, Chopin etüdöket játszott, azt mondta, hogy őnek ez nem tetszik. Ez aztán később, amikor Gyuri hazajárt Pestre, az Anni egyre jobban mondta, egyre jobban tetszik a cifra, azt mondja, és mert önben volt egy szabadság, és egy őszinteség. És az Anni mondta, hogy ez a szabadság, tehát az, hogy a rubátókat hogy csinálja, hogy tényleg nem ez a taktusba való zongorázás, ami engem is megörgít, ami ma annyira divatos, hanem tényleg időt vett és lélegzetet vett, és megadta azokat az időket a zenében, amitől az egész tulajdonképpen egy szabad formát nyert.